Elismerések, a vármegyei tehetséges diákokat díjazták. Erdőségi fejlesztések, 4 nyíregyházi helyszínen korszerűsítette a közösségi tereket a Nyírerdő. Elkészült, átadták a déli ipari parkhoz vezető utat a megyeszékhelyen. A vármegye legtehetségesebb diákjait és felkészítő tanáraikat díjazták szerdán délelőtt. A vármegye házán rendezett eseményen azokkal a tanulók kaptak elismerést, akik az oktatási hivatal által meghirdetett országos tantárgyi versenyeken, valamint nemzetközi, országos vagy vármegyei versenyeken kiemelkedően teljesítettek. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsey Televízió híradója. A vármegyei tehetségdíjátadón külön kategóriában kaptak elismerést általános és középiskolások. Az eseményt a Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ szervezte. Kiváló esélyt a tehetségdíj általános iskolai kategória nyertese idén. Borsi Attila, a Várgyermek Általános Iskolában. A nyíregyházi születésű Kapu Tibor Magyarország 4 űrhajós jelöltjének egyike adta át Borsi Attilának a kiváló versenyző tehetségdíjat az általános iskolás kategóriában. A kisvárdai Bári Emil általános iskola diákja az idei és az ezt megelőző tanévekben reál és természettudományi tárgyakban ért el kimagasló eredményeket a különböző vármegyei és országos versenyeken. A kedvenc területeim matematika, fizika és kémia, és konkrét céljaim még nincsenek, viszont mindegyiket művelem, és nagyon szeretem őket. Az oktatási hivatal nyíregyházi központjai már 10. alkalommal, de 3 év kihagyást követően rendezte meg a díjátadó eseményt. Olyan általános és középiskolás diákok teljesítményét ismerték el, akik különböző tantárgyi, tudományos, művészeti vagy sportversenyeken értek el kiemelkedő teljesítményt, de díjazták az őket segítő pedagógusokat is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon sok tehetséges fiatal van, de nem csak a tehetséges fiatalokról, hanem az őt felkészítő pedagógusokról sem feledkezzünk el, illetve arról a szülői háttérről, aki segítést támogatja munkájukat. Én már 10. alkalommal az oktatási hivatal lehetőséget biztosít arra, hogy a megye pedagógusait, illetve nagyon tehetséges az elmúlt években kiváló versenyeredményeken, legyen ez nemzetközi, országos vagy megyei versenyeredményekkel dicsekedő tanulókat külön díjazásban részesítsük. Kovács Ferenc polgármester Nyíregyháza önkormányzata nevében 3 tanulónak adott át külön díjat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal pedig 2 diákot díjazott az eseményen. Román István főispán köszöntőjében azt üzente a vármegye tehetségeinek: akkor válhat munkásságuk később maradandóvá, ha elhivatottsággal és kitartással teszik dolgukat. Kedves fiatalok, arra szeretném felhívni a figyelmüket, a figyelmeteket mindannyiótoknak, hogy a bennetek lévő motiváltság, intelligencia és kreativitás akkor lesz teljesítmény, hogyha mellé nagyon sok munkát hozzáteszünk. Természetesen fontosak bennünket körbevevő szülők, fontos a bennünket körbevevő segítők, pedagógusoknak a köre, de higgyétek el, minden bennetek dől el. Bennetek kell, hogy eldőljön, hogy szeretnétek-e befektetni azt a munkát, bennetek kell, hogy eldőljön, hogy motivál-e tényleg benneteket az a feladat, amit végeztek, amiben tehetségesek vagytok, és hogyha ez megtörtént, akkor lesz a tehetségből lesz teljesítmény, olyan teljesítmény, amelyre mindannyian az egész közösség büszkén nézhet föl. A tehetség napi díjátadón a szintén számos művészeti versenyen kiemelkedően teljesítő Kodály Zoltán általános iskola Napsugár gyermekkara adott elő ünnepi műsort. A helyi identitást erősítő programok elismeréseként emléklapot vehetett át a vármegyei közgyűlés alelnökétől Tisza Dada polgármestere. A településen számos olyan rendezvényt, alkalmat szerveztek, amely segítette a szülőföldön maradást és a vármegyei identitás erősítését. Ezt a munkát ismerték el a díjjal, mondta a televíziónknak a vármegyei közgyűlés alelnöke Baracsi Endre.
Többféle program valósult meg, tehát ahogy említettem, itt is voltak diákrendezvények, gyermekrendezvények, különböző alkotótáborok játékos formában, és volt egy nagy rendezvény a Hagyományok útján értéktalálkozó, ahol pedig szerettük volna megmutatni azokat az értékeket, amelyek itt Tiszadalán is megtalálhatók, hiszen akár hogyha a természeti értékekről beszélünk, vagy a kulturális örökségről, itt jelen van, kézzelfogható, tapintható, és valóban egy kovász ez a közösség itt a vármegyének, és emellett pedig természetesen a vármegyei értékeket is szerettük volna idehozni, úgyhogy ez minden településre jellemző volt, hogy ahová elmentünk, oda becsempésztük a vármegyét, és természetesen minden település pedig a vármegyéhez hozzáadta a sajátját. Négy helyszínen is szabadidős közösségi tereket alakított ki, vagy újított fel Nyíregyházán a Nyírerdő ZRT. Játszóterek és pihenők korszerűsödtek úgynevezett társadalmi felajánlásból. Az állami cég vezérigazgatója azt mondta, szeretnék megmutatni, hogy a fa megújuló, sokoldalúan felhasználható alapanyag, amely széndioxidot köt meg. Az elkészült közösségi tereket a Nyír VVKFT üzemelteti a jövőben. Nyíregyháza egyik kedvelt lakótelepének központi parkja ezzel a mászókával egészült ki. A három tornyos játszóvár 12 stabil lábon áll, és több mint 50 függőleges korlátdeszka gondoskodik a gyerekek biztonságáról. Három lépcsőfok vezet a csúszdához egyik és másik oldalon. A mintegy 30 millió forintos projekt azonban nem csak ezt a mászótornyot tartalmazta. Ugyanilyen nagyon szép háromtornyú vár csúszdával épült a Oroson az Élet utcai óvodánál, azon kívül a Nyíregyháza még két fontos beruházást végzett. Az egyik a Géza utca játszótér mellett, szintén egy filagória padokkal, lőhelyekkel, valamint a Korányi a tavaly vagy tavaly előtt átadott kosárlabda pálya mellett, úgyhogy négy olyan fontos szabadtéri közösségi tér fejlődött ezzel a társadalmi felajánlással, ami nagyon látogatott, és én remélem, hogy örülni fog neki mindenki. A Nyíregyháza minden évben közjóléti beruházásokat hajt végre Nyíregyháza és Debrecen vonzás körzetében. Ennek célja, hogy a helyben megtermelt javakból a helyi embereknek adjanak vissza valami hasznosat. 2010 óta rendszeresen visszatérünk közjóléti fejlesztéssel, azért is jó helyszín itt a Robinsondon, hiszen itt pár évvel ezelőtt a fásításban vettünk részt, amit a polgármester kezdeményezett, az idén ez a játszótér kiegészítés, de természetesen a város több pontján is szeretnénk majd ezeket folytatni. A most átadott játszóvár alapanyaga fa, ami nem csak szép, de tartós is, ráadásul újra termelhető, fenntartható gazdálkodásból származik. A gyerekek már ezen a kibővített játszótéren kezdhetik meg a nyári szünetet. Kulcsfontosságú, hogy a vármegyei fiatalok helyben találják meg boldogulásukat és ne hagyják el a térséget. Ezért szervez a vármegyei önkormányzat az Együtt Európáért alapítvánnyal közösen pályaorientációs napokat érdeklődő fiataloknak. Kedden a napkori GameTech vállalatnál jártak, ahol testközelből is megismerhették a gépipari munkákat. Itt még csak virtuálisan gyakorolják a hegesztést napkoron, de a szomszéd üzemcsarnokban már élesben zajlik mindez. Szószoros értelemben ég a szakemberek keze alatt a munka. Kérdéses, hogy a jövőben lesz-e elég képzett hazai munkavállaló, vagy egyre több külföldi vendégmunkást fognak alkalmazni a cégek. Egyre nagyobb igény van a munkáskézre. Reméljük, hogy ezt a demográfiai mutatókkal is alá tudjuk támasztani, hogy születik annyi magyar gyermek, hogy ezeket a ipari munkahelyeket el tudjuk látni munkaerővel, hiszen sok esetben az a helyzet már, hogy a munkaerő hiánya okozza a legnagyobb problémát egy ipartelepítésnél, és a képzett munkaerő hiánya, és a motivált munkaerő hiánya. Én azt gondolom, hogy ez a rendezvény elősegíti ahhoz a fiatalokat, hogy megtalálják ezeket a munkahelyeket, ami miatt ilyen szakmákat választhatnak, nem pedig olyan irreális célokat tűznek ki maguk elé, amelyek aztán frusztráltá és boldogtalanná teszik őket, hanem megtalálják ezeken a munkahelyeken is a boldogulás lehetőségét. A helyben vagy rendben elnevezésű szakmai rendezvényt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzata és az Együtt Európáért alapítvány közösen szervezte, amelynek az volt a célja, hogy egy szakmai napon a diákok betekintést nyerhessenek a munkavilágába, valamint üzemlátogatást tegyenek az esetlegesen jövőbeli munkahelyükön. Három megyei önkormányzattal van közös együttműködésünk, Nógrád, Békés és Szabolcs-Szatmár megyével, és ez a Szabolcs-Szatmár megyei programunknak az egyik állomás.
kiállítása, egy szakmai nap, amelynek keretében pályorientációs jelleggel a fiatalok itt a Gémtek Kft-be üzemlátogatáson vehetnek részt, és egy kicsit plasztikusan színes szagos eszközök élményt mondanánk, élménypedagógiai módszerekkel megnézhetik, megízlelhetik, megszagolhatják azokat a gépeket, gyártósorokat, ahol később majd akár dolgozhatnak is, és nagyon komoly 21. századi technológiát láthatunk itt sok-sok csarnokon, és még épülnek a következő üzemek, ahogy láttuk, úgyhogy gratulálunk a cégnek ez úton is. Póta Zoltán az eseménynek otthont adó cég ügyvezetője azt mondta, a Gémtek Akadémiát azért hozták létre, hogy a saját dolgozói képzése mellett segítsék a karrierváltást, részt vegyenek a felnőtt oktatásban, valamint a szakközépiskolák duális képzésében. Így rendszeresen foglalkoztatnak diákokat, akik náluk tanulják meg a szakmát. Ma már elmondhatjuk, hogy Magyarországon is, mint ahogy Nyugat-Európában 15-20 évvel ezelőtt megtörtént, egy kezdő jóképességű szakmunkás ugyanannyi kezdő fizetéssel indul, mint egy kezdő gépészmérnök. Már eleve ez segíti az elhelyezkedést. Németországban nyugat-európai elbérlés még jelenleg is jelen van, de egyre többen jönnek rá, hogy hát nem csak előnyei, anyagi előnyei, hanem hátrányai is vannak. Akit ideköt a családja, ideköt az élete, az miután eltölt bizonyos időt, ha egyáltalán megpróbálja Nyugat-Európában, akkor rájön, hogy ott sincs kolbászból a kerítés. A plusz megkeresett pénzt elköltik a kinti élet fenntartására, az utazására, az itthoni családi problémákra nem tudnak időben reagálni, ezért sokan meggondolják magukat. Nem csak a jó hírek érkeznek vissza a nyugat-európai munkavállalókról, hanem a rossz hírek is. Nagyon már meg is fordult a trend, azt is érezzük, jönnek vissza kollégáink, akik kint töltöttek bizonyos időt, és utána már itt folytatják nálunk a karrierüket. Póta Zoltán hozzátette, megfordulni látszik a világgazdaság trendje a globális munkakihelyezés piacán, ami azt jelenti, hogy az európai piacon is egyre fontosabbá válik a helyben megtermelt és előállított áru. Nem csak a jól képzett munkaerő, hanem a jó megközelíthetőség is kulcsfontosságú egy beruházó számára. A Nyíregyházi Déli Ipari Parkhoz vezető utat azért korszerűsítették, hogy a területen megtelepedő cégeket mind a dolgozóik, mind a szállító járművek könnyen tudják megközelíteni. A bekötő út most elkészült, és átadták a forgalomnak. Új aszfaltburkolat a Déli Ipari Parknál Nyíregyházán. A felújítás a körforgalomtól a benzinkút mögötti területig közel 1 kilométer hosszú szakaszt érintett. Itt a körforgalomnál új buszöblöt alakítottak ki, megújult az érpataki főfolyást átívelő híd és a vasúti átjáró is. Nagyon fontos, mert innen a 4-esről a forgalom most már erre jött, mind az áruforgalom, teherforgalom, mind a személyforgalom. Ez teljesen elmegy a körforgalomig, és ez, én azt gondolom, nagyban segíti az itt dolgozó, itt működő cégek, és hát az itt dolgozó emberek mindennapjait. Minden szempontot figyelembe vettünk, buszoból épült, a vasúti átjáró megújult, és a csapadékvízelvezető csatornának is a hídja felújításra került, tehát ez a szakasz hosszú időre rendben van. Az útszakasz felújítása mellett a jelentős tehergépjárműforgalom miatt a pályaszerkezetet is megerősítették. A nyíregyházi önkormányzat célja, hogy ehhez a fejlesztéshez kapcsolódva újabb szakaszt újítsanak meg. Másik irányból, még a régi 4-es, hogyha városból jövünk, vagy ha onnan mennek be a városba, és nem az autópályára, vagy a 4-es útra, annak a terve a következő lépésünk. Ez EU forrásra várunk, szeretnénk azt az önkormányzat tulajdonába venni, ez nem önkormányzati tulajdonú, és ugyanilyen módon felújítani, mint ezt a szakaszt. Azt gondolom, hogy ez a másik oldalról ugyanezt a nagy előrelépést jelenteni. A rozsrétszőlői bekötőút felújítása tavaly áprilisban kezdődött. A terület és településfejlesztési operatív programból bruttó 600 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert a nyíregyházi önkormányzat. Győzelemmel zárta az idei bajnoki szezont a nyírbátori férfi kézilabda csapat az MB2 északkeleti csoport 22. fordulójában 43-25-re verték a Kazincbarcikát. A bajnoki címet a Mezőköves szerezte meg, a második DVTK mögött, a harmadik helyen a nyírbátor végzett.
Már biztos bronzérmesként fogadta Nyírbátor a mindössze 3 győzelemmel érkező Kazincbarcikát, így a házigazda volt a mérkőzés abszolút esélyese. Az első percekben még tartották magukat a sok fiatalt felvonultató vendégek, 10 perc után azonban elkezdett nyílni az olló a két csapat között. A félidő végére 8 gólos előnyt szerzett a házigazda, majd a fordulás után tovább nőtt a különbség. A mérkőzés hajrájában a fáradó kazincbarcikaiakkal szemben tetszés szerint lőtték a gólokat a hazaiak, akik végül 43-nál álltak meg. Falcsik Miklós elégedett volt az idén utolsó meccsén látottakkal. Azt kértem a srácoktól, hogy az utolsó mérkőzésen próbáljunk a közönségünktől, a lelkes közönségünktől úgy elbúcsúzni, hogy illik egy ilyen csapat ellen, aki a tabella végén helyezkedik el. Mi pedig ugye a bronzérmet tudtuk megszerezni. Ezt szerettem volna, hogyha érvényesül a pályán. Na, voltak szép megoldások, voltak látványos megoldások, voltak fegyelmezetlen, könnyelmű megoldások, de hát sajnos ez már így a szezon végén elkerülhetetlen, amikor ilyen a sorsolás, hogy ilyen nagy különbség van két csapat között, és akkor sajnos a játékosok néha elengedik magukat, de végülis jól sült el ez a dolog. Én úgy gondolom, hogy közönség szórakoztató volt, amellett, hogy nagyon sok hibával játszottunk. A téli szünetben a Nemzeti Kézilabda Akadémiáról hazatérő Beregi Márk 2 góllal járult hozzá a csapat a győzelméhez. Az elmúlt pár meccsen már eléggé évvége volt így nekünk, és nem nagyon volt meg az a motiváció, mint előtte, viszont most szerintem mindenki nagyon szépen összeszedte magát, és nem voltak hullámok igazából a játékunkban, már az első fél időben eldöntöttük. A bajnoki címet a Mezőkövesd szerezte meg 42 ponttal, megelőzve a 39 pontos DVTK-t. A 36 ponttal a harmadik Nyírbátor a csapatkapitány szerint a várakozás felett szerepelt. A középmezőn céloztuk meg, de hát nem titkon bíztunk abban, hogy a dobogó valamelyik fokára fel fogunk lépni. Hát még fordulókkal ezelőtt az is közbejöhetett volna, hogy második hely, de sajnos Mezőkövesden nem sikerült győznünk, de ettől függetlenül én a csapat nevében is mondanám, úgy gondolom, hogy hiányérzet nincs bennünk. Minden megtettünk azért, hogy a lehető legjobb fénybe tüntessük fel Nyírbátort. Falcsik Miklós edzőnek még egy évig él a szerződése. A csapatkapitány elmondása szerint a játékosok is közösen tervezik a jövőt. A Nyírbátor SC pénteken tartja idén záró rendezvényét, aztán következik a nyári pihenő. Dubka György vehette át idén a Ratkó díjat, az írót a Hangsúly Művelődési és Művészeti Alapítvány kuratóriuma a kárpátaljai magyarság megmaradásáért kifejtett sokrétű kulturális és irodalmi tevékenységéért részesítette elismerésben. A kitüntetéssel olyan alkotókat ismernek el, akiknek a munkássága, esztétikai és erkölcsi értékrendje megkérdőjelezhetetlen, és irodalmi tevékenysége kötődik a Szabolcs-Szatmár-Beregi térséghez. A Ratkó díjat 1993-ban alapította a Hangsúly Művelődési és Művészeti Alapítvány a József Attila díjas költő életművének emlékére. A kitüntetéssel olyan alkotókat ismernek el, akiknek a munkássága, esztétikai és erkölcsi értékrendje megkérdőjelezhetetlen, és irodalmi tevékenysége kötődik a Szabolcs-Szatmár-Beregi térséghez. A díjat 2006 őszétől a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat támogatja. Az elmúlt években többek között Vári Fábián László, Jánosi Zoltán, Olá András és Nagy Zsuka részesültek a díjban. Az idei díjazott Dubka György író, újságíró, történész, aki műveiben, munkásságában a magyarság iránti elhivatottságát, felelősségérzetét fejezi ki. A díjat Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnöke adta át. Mindig egy kuratóriumot, szakértői zsűrit kérünk meg, aki a legmegfelelőbb jelöltet kiválasztja, és tényleg jobbnál jobb díjazottjaink vannak, határon túli jeles személyiségek, és most ráesett a választás. Abszolút szakmai és ilyenfajta megfontolások alapján. Én nagyon örülök, hogy Dobko Györgyöt választotta most a szakmai zsűri, hiszen egy nagyon elkötelezett, határon túli alkotóról van szó, aki a magyar kultúráját, a magyar nyelvét nagyon sokat tesz, különösen ebben a háborús helyzetben, úgyhogy mindenféleképpen az ő személyes kitüntetésén, elismerésén mellett, ez azt gondolom az ottani magyar közösségnek is szól.
A kárpátaljai Dubka György szoros barátságban állt Ratkó József költővel, ezért is érzi nagy megtiszteltetésnek az elismerést. Bizonyára nem légből kapott adatok alapján, hanem megalapozott adatok alapján döntötte el, hogy várományosan legyek ennek a díjnak. Úgyhogy hát köszönöm is, azt lehet mondani, hogy mint említettem, tehát egy olyan alkotóról elnevezett díjat kapok, személyesen ismertem, tehát kedveltem, és most is kedvelem az írásait. Tehát ettől nagyobb, hogy mondjam, értékelést nem tudok adni, mert mind a két sikon kötődik hozzám. A Hangsúly Alapítvány nevében a laudációt Vári Fábián László, Kossuth Díjas költő mondta. A rendezvényen az ünnepeltet köszöntötte Jánosi Zoltán, irodalomtörténész is. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A vármegye legtehetségesebb diákjait és felkészítő tanáraikat díjazták szerdán délelőtt. A vármegye házán rendezett eseményen azok a tanulók kaptak elismerést, akik az oktatási hivatal által meghirdetett országos tantárgyi versenyeken, valamint nemzetközi országos vagy vármegyei versenyeken kiemelkedően teljesítettek. Négy helyszínen is szabadidős közösségi tereket alakított ki, vagy újított fel Nyíregyházán a Nyírerdő ZRT. Játszóterek és pihenők korszerűsödtek úgynevezett társadalmi felajánlásból. Az állami cég vezérigazgatója azt mondta, szeretnék megmutatni, hogy a fa megújuló, sokoldalúan felhasználható alapanyag, amely széndioxidot köt meg. Az elkészült közösségi tereket a Nyír VV Kft. Üzemelteti a jövőben. Nem csak a jól képzett munkaerő, hanem a jó megközelíthetőség is kulcsfontosságú egy beruházó számára. A Nyíregyházi Déli Ipari Parkhoz vezető utat azért korszerűsítették, hogy a területen megtelepedő cégeket mind a dolgozóik, mind a szállító járművek könnyen tudják megközelíteni. A bekötő út most elkészült és átadták a forgalomnak. Május 31-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták. Mindjárt jön az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap is várjuk majd önöket. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Szerda éjszaka derült égbolt mellett csapadékmentes csendes idő várható, a hőmérséklet 14 és 16 fok között alakul. Csütörtökön napközben a maihoz hasonló meleg nyárias idő várható, sem eső, sem szél nem lesz. A hőmérséklet 25 és 27 fok körül alakul. A mostanihoz hasonló napos nyárias időre számíthatunk egész hétvégén.